Petőfi 200 címmel Székely Galéria kiállítás nyílt Tamaskó Komjáti Anett képeiből Szekszárdon, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégium aulájában. Petőfi 200 éve született, és erre az alkalomra festettem meg a portréját. Ezzel egyben összekötöttük a saját festményeimnek a kiállítását is. Egy hónapig látható itt az Ady Endre iskolában. Az országgyűlés a 2023-as évet Petőfi Sándor emlékévé nyilvánította, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. Ennek az évnek ugye van egy másik apropója, és a Petőfi 200. évforduló, ami egy kicsit összekapcsolta a galériának az újranyitását és a megemlékezésnek a fonalát. Az alkotó, ugye Tamaskó Komjáti Anett kolléganőnk a festményeivel nyitja meg az új kiállítását és a galériát, hogyha úgy tetszik, újra életre hívja, illetve az a Petőfi kép, ami a galériának az egyik főszereplője, ez az ő kezemunkája és az emlékév alkalmából készült, és azt gondolom, hogy méltó koronája lehet az emlékévnek. A szervezők egy régi hagyományt szerettek volna újra feléleszteni, amikor is az iskola tanárai egy szélesebb körben is bemutathatják alkotásaikat. Az alkotó megegyezte, képei által szeretné jobban bemutatni a női lélek rejtett bugyrait, és a portré által még jobban kifejezésre juttatni az emberi érzéseket. 5 éve festek, és ide 20 festményemet hoztam el. Én tulajdonképpen embereket festek, főleg nőket, mert engem a női mély lélektan nagyon érdekel. Valahogy a képeimmel is azt szeretném kifejezni, hogy mik rejtőznek bennünk, milyen érzéseink, milyen hangulataink. Tulajdonképpen ezek az én érzéseim, az én hangulataim, de hogy alapvetően azt fogják látni a nézők, hogy itt többnyire a női megjelenések különböző formái lesznek láthatóak. A realisztikus ábrázolásmódon a portrék mögött megjelennek a mélyebb érzelmi viszonyok, a sötétebb árnyalatok használatával pedig megteremti a mélységet a festményben, mellyel még valósághűbb lesz a kép. Én olajfestéket használok. Azért választottam az olajfestéket, mert számomra nagyon fontos az, hogy alakítható legyen sokáig még egy festmény, és az olaj az képes erre, hogy több napig nem szárad meg, ezáltal folyamatosan alakítható. Borongós színeket használok többnyire, számomra nem borongós, csak tudom, hogy ez a visszajelzés, kicsit sötétebb tónusokat. Nekem ez az otthonérzés igazából, és ez nem azt jelenti, hogy boldogtalanok és szomorúak a portréim, nem, egyszerűen megmutatom azt, hogy az embernek vannak ilyen hangulata és ilyen érzései is. A kiállítás munkanapokon 10 és 3 óra között látogatható.